Oroszlánfejű, házi és mezei nyúl. Ebben a szexádi kisállatkereskedésben több fajta és méretű nyulat lehet kapni. Húsvét előtt különösen sokan keresik ezeket az állatokat, sok vásárló azonban már előre jelzi, hogy visszahozná őket az ünnepek leteltével, amire a kereskedő lehetőséget is ad. Egy nyuszi ára 2000 forinttól 7000 forintig terjedhet. Megpróbáltuk összeszedni, és akkor elhelyezni őket. De hát ugye nem is olyan egyszerű elhelyezni egy vadidegen nyulat, mert a tenyésztőnél ugye van egy bizonyos állomány. És a járványvédelmi szempontból behozol egy idegen nyulat, akkor azt karanténba kell tenni. Tehát nem lehet csak úgy összerakni a többivel. Fiát Szilvia, a Tolna megyei Állat- és Természetvédő Alapítvány elnöke éppen arról az évekkel ezelőtti esetről beszél, amikor azzal hívták fel őket, hogy magára hagyott nyulak ugrálnak a szekszárdi Prométheus Parkban. Fiát Szilvia azt mondja, bár ilyen kirívó eset mostanában nem történt, még mindig jellemző, hogy kizárólag az ünnepek miatt vásárolt, és később a család számára terhet jelentő állatoktól különféle formában megszabadulnak az emberek, pedig ez bűncselekmény, és akár letöltendő börtön is járhat érte. Azt, hogy élő állatokat veszünk, és még itt arról is beszélhetünk, hogy van, aki kölcsön vesz valahonnan állatot, ez gyakorlatilag állatkínzás, mert ezek az állatok is élőlények, éreznek, fájdalmat éreznek, örömük is van, és például van olyan is, amikor nagyon korán választják le a nyuszikat, és akkor nem tudnak még átszokni a száraz takarmányra, és sajnos el is pusztulhatnak. A néhány hetes kis nyuszik ugyanis nincsenek hozzászokva a folyamatos dédelgetéshez, ahogy az érzékeny állat azt is megsínli, ha nem megfelelő takarmányt kap. Az alapítvány elnöke ezért azt javasolja, ha a szülők semmiképpen sem szeretnék kihagyni a nyuszit az ünnepekből, akkor vagy egy nyúltenyésztőt, vagy egy állatsimogatót látogasson meg a család.